Természet, táj, madarak, ízeltlábúak, épületek és emberek a képeken, a Pécsi Civil Közösségek Házában. A Mecseki Fotóklub tagjainak alkotásaiból nyílt kiállítás itt. Ez a kiállítás a Mecseki Fotóklub tagok képeiből összeállított 9. Mecsek Szalon kiállítás, tehát 9. éve tartjuk meg ezt évente. Itt most 27 kiállító tagunknak a képei szerepelnek. Ez egy zsűrizésen esett át előtte, hozhatott mindenki 5 fotót, és abból válogattuk ki a képeket, és így most 41 darab kép van kiállítva 27 szerzőtől. Ez évente tartjuk ezt a kiállítást, és szoktunk belőle másod és harmad kiállítást is csinálni. Februárban visszük a tudásközpontba, tehát ott már egy hónapra megvan a helyünk, és visszük még tovább is. Meghívásunk van a Bajai Fotóklubhoz, meghívásunk van Kalocsára, azon kívül a nevelési központba is szoktunk kiállítani, tehát vannak így még tervek a kiállítással. Éppen most az elmúlt egy hónapban jelentkezett hozzánk 6 új fiatal, úgyhogy hát nekem most ez volt a célom, én csak hát másfél hónapja talán, hogy elnök lettem, és hát ez a célom igazából, hogy fiatalítsunk, mert hát előregszik a fotóklub velem együtt, úgyhogy hát most lesznek fiatalok, hogy néz ki, viszont hát a régi nagynevek, az idősek, akik hát még mindig nagy értéket képviselnek a klubba, ők ugyanúgy megmaradnak, és itt vannak velünk, és dolgoznak. Tehát még Tillai Ernőnek is, aki már 90 év fölött van, látható a falon képe. Tehát ő is még most is dolgozik. Hát azon kívül itt vannak a klubban fotóművészek, a Nemzetközi Szövetség fotóművészei, azon kívül hát a Magyar Fotóművészeti Alkotószövetségnek a fotóművészei és fotóművész szövetségi tagok, úgyhogy hát azt hiszem, hogy az országban mi nagyon jól állunk, sőt talán mi állunk a legjobban ilyen szinten, mert hát nekünk például van Gyémán diplomás fotóművészünk Nemzetközi Szövetségtől, azon kívül hát az MFIAPOS Tillai Ernő, aki az országban elsőként kapta meg ezt a címet. Lesz 65 éves, tehát azért Pécs városában biztos, hogy sokan ismerik ezt a fotóklubot, mert volt nagyon jó periódusa is a fotóklubnak, és hát igyekszünk azért, hogy hát egy ilyen felévelő ágba vigyük el a fotóklubot, újra ismertté tegyük, és hát ez most az elmúlt években meg is történt már. Országos szinten is megtörtént az ismertsége, tehát hogy magyar fotópályázatokat is rendeztünk, azon kívül hát a fotóklub elért országos szinten első helyet is, és mi is rendeztünk külföldi pályázatot, nemzetközi pályázatot, tehát próbáljuk ismertté tenni újra a fotóklubot igazából. Hogyha körülnézünk a falon, akkor azért láthatjuk, hogy nem mindenki fotóművész, aki előkapja a mobiltelefonját, és azt gondolja magáról, hogy az. Tehát itt azért olyan fotók szerepelnek, amiket hát nem mindig mobillal lehet megfotózni. Ehhez bizony van, hogy ott kell ülni órákat egy les helyen, hogy meg lehessen fotózni akár egy-egy természetfotót. Úgyhogy én szerintem ez a fajta fotózás azért egy olyan hobbi, ami itt sokunk, hát ezért vagyunk itt igazából. Van, akinek 3-4 fényképezőgépe is van, különböző optikákkal, egymás között cserélgetünk, veszünk, és hát inspiráljuk a másikat, hogy most neki már jobb fényképezőgépe van, akkor esetleg én is megpróbálom, mert hát tanulunk egymástól nagyon sokat. Képkidolgozásban, egyáltalán, hát szóval
a képet hogyan szerkeszte meg az ember, hogyan, és látásmódban is nagyon sokat fejlődött. Én magam is nagyon sokat fejlődtem, mióta én 10 éve vagyok a fotóklubban, de és gyermekkorom óta fotózom igazából, de hát az csak fényképezés volt, mert már az édesapám is ennek a fotóklubnak a tagja volt annak idején, és én már akkor kaptam fényképezőgépet, de hát igazából most már egészen más szinten vagyok, azt hiszem, mint régen. A kiállítást több mint egy hónapig láthatják a civil közösségek házában. Egészen január 10-ig lesznek itt ezek az alkotások.